Na srácok, ahogy látjátok, ismét elérkeztünk egy következő bemutatóhoz, viszont ez egy igazán különleges bemutató, mivel ez a készlet itt mellettem ebben a pillanatban még be sem lett mutatva, vagy lehet, hogy pont ebben a pillanatban mutatják be mindenhol máshol, de szerencsére a LEGO volt olyan jó fel, és még nekem bőven a megjelenés előtt elküldték ezt a készletet, ezért élvezhetitek ezt az adást már ilyen korán, úgyhogy még egyszer szeretném nekik megköszönni, tudjátok a véleményemet, ez nem fogja befolyásolni. És egyébként vannak hivatalos információk is most már ezzel a készlettel kapcsolatban. A szettet majd szeptember 2-ától tudjátok megvásárolni, 94.990 forintos áron minden hivatalos LEGO elosztó helyen. És hát jó, a mai adásban ezt fogom összeépíteni, eléggé kíváncsi vagyok és eléggé izgatott is vagyok ezzel kapcsolatban. Vágjunk is bele! Na szóval, hát a szettünk egy újabb 18 pluszos készlet, de most egy teljesen más világba utazik el ez a 18 pluszos termékcsalád. Nyilván Harry Potteres készleteken belül is volt már 18 pluszos készlet, de most kapunk egy ilyen Hogwarts Icons Collector Editions feliratot is, ami arra enged következtetni, legalábbis én egyből úgy hívtam, hogyha láttátok az előző videót, amiben ugye kibontottam ezt a készletet, mint hogyha egy ilyen Harry Potteres UCS készlet lenne, egy Ultimate Collector Series setről lenne szó, és igazából szerintem ez pontosan azt az űrt próbálja betölteni, a Harry Potter rajongóknak a különleges gyűjtői kiadása ez a készlet. Ahogy itt látjátok rajta, megkaptuk ezt a baromi unalmas fekete dobozt, hát ennek is sokkal jobban állt volna, hogyha valami történik a háttérben, mit tudom én, egy őszi Rocksportos nap lementem, ha csak ki tudom mondani, azt szerintem sokkal jobban állt volna neki, mint ez a fekete, de egyébként láthatjátok rajta, hogy itt van Hedwigünk, itt van a levél, megérkezett, most már én is mehetek a Rocksportba, itt van egy cikesz, néhány potion, néhány könyv, pálca, Harry szemüvege, és még egy kis csoki békát is láttok itt rajta, LEGO feliratot is megkapjuk, 18 pluszos a készlet, 76391-es is, 3010 darabos a készlet, és a Harry Potter logóval is, ahogy látom, találkozunk. És egyébként itt a másik oldalán látható, hát igazából itt játékfunkciókról egyáltalán nem beszélünk, legalábbis így első ránézésre, és semmi játékfunkciót nem látok benne, de ez majd nyilván ki fog derülni, hogyha összeépítettem. Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldották meg, hogy kibalanszolják Hedwigünknek a súlyát, mert így ránézésre azért ez nem egy kis bagolynak tűnik, és ahogy látjátok, ugye van egy nagyobb talapzata, de akkor is azért eléggé fejnehéz, meg eléggé oldal nehéz lehet így a szárnyai miatt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tényleg azt hogy oldották meg, hogy normálisan ott maradjon a tetején. És ez a készlet nem minifiguramentes, úgyhogy UCS készlet, abban általában olyan sok, jó, nem UCS készlet, tudjátok miről beszélek, abban általában sok minifigurával nem találkozunk, de itt három darab teljesen egyedi figurát pakoltak nekünk ide, hiszen itt van mind a három eddig kimaradt aranyozott minifigura. Nagyon sokan hiányoltátok például Dumbledore-t ugye a nyári felhozatalból, és hát itt ebben a készletben nem csak Dumbledore-t fogjuk megkapni aranyverzióba, hanem itt van Rubeus Hagrid, és itt van McGonagall professzor is, egy nagyon szép kiállítási talapzaton, egy ilyen kis csoki béka dobozt kell Dumbledore köré építeni. Nagyon tetszik, ez egy nagyon ötletes megoldás. Itt a kis képeken látható néhány közelebbi kép. Egyébként azon azt észre is vehetitek, hogy nem csak Hogwarts színeiben lehet összeépíteni, hanem másik három ház színét is oda lehet rakni, de most Hedwig egyáltalán nem passzol oda, úgyhogy hát szerintem az egy kicsit furcsa. És egyébként a méreteivel is találkozunk, 50 cm széles lesz, és 44,5 cm magas. Nincs is más hátra, bontsuk is ki. Dobozban. Összesen 22 darab számozott zacskóval találkozunk, van 3 darab baseplate-szerű alkatrészünk, amire rá vannak nyomtatva azok a feliratok, ami megkeresnek engem, hogy jelentkezzek, hogy jelentkezést nyertem a Rocksport iskolába, és hál' Isten ugye ez nem matricával érkezik. Egyébként érkezik egy nagyon pici matrica évünk, semmi probléma nincs ezzel, bárhogyha ez már egy ilyen gyűjtő kiadás, akkor azért sokkal jobb lett volna, hogyha tényleg ezeket is ráprintelik, és hát van egy egészen vastag összerakási útmutatónk. Összesen 410 oldal van a kibontakozásra, és itt egyből kezdődik egy ilyen kis ünnepeljük a mágiát felirattal. Itt bemutatják, hogy milyen készletek jelentek meg egészen Harry Potteres témakörben az elmúlt 20 évben, hiszen ugye 20 éve kezdték el
az egész Harry Potteres témakört Legóik, itt vannak a dizájnereink, akik megtervezték ezt a készletet, és különböző feliratokat kapunk, hogy biztos tudjuk, hogy éppen mit építünk össze, lehet, hogy ide a könyveket is leírják, hogy milyen könyvekről van szó. Így van, a legalsó például Tom Denham naplója, vagy Tom Riddle, hogyha angolul láttátok, a legalsó könyv az az ő naplója, amit ugye Harry végül látsz, vagy nem is Harry szúrt át, hanem azt hiszem Ginny szúrt át a baziliszkusz fogával, és hát utána már kezdődik is az összeépítés. Úgyhogy srácok, nekem sincs sosem hátra, nagyon izgatott vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni, úgyhogy építsük is össze, majd csak kimondom. Na srácok, ahogy látjátok, el is készült az alkotásunk, és itt igazából nem csak kiállítási darabok vannak, hanem egy az egyes méretarányban épült, felvehető, használható eszközök. A készletünkben összesen három darab minifigurával találkozunk, itt van Megalagon, itt van Dumbledore, és természetesen Hagriddal is találkozunk ebben a készletben, de úgy látjátok, ezek nagyon különleges minifigurák, bár lehet, hogy a printeléssel már régebben is találkoztunk, bár nem pontosan úgy ezekkel a printelésekkel, látjátok rajta, hogy megkaptuk ezeknek a minifiguráknak az arany verzióját, nagyon hiányolta mindenki a nyári sorozatból, és hát végre ebben a készletben megkaptuk összesen hármat is ezek közül a minifigurákból, de ahogy látjátok, itt a minifigurákban nem csak az a különleges, hogy aranyszínűek, hanem hogyha megnézitek mindegyiknek a hátoldalát, akkor ezeken is ugyanúgy látszódik a 20 éves ünnepés, tehát a 20 éves logóval itt is ugyanúgy találkozunk, de itt ez még mindig nem merült ki, mert látjátok, hogy mennyire menő kiállítási talapzatot kaptunk hozzá. Nagyon jól tudjátok, hogyha már láttatok tőlem régebbi videókat, akkor én odáig meg vissza vagyok a kiállítási talapzatokért, és hát itt megkaptuk a Csoki békának a kis hologramos gyűjthető kártyáját, Legóból összeépítve, eszméletlen jól néz ki. Na ez kell egy gyűjtői kiadáshoz, amikor ennyire szépen nem csak a minifigurák menőek és egyediek, hanem még kiállítási talapzat is jár hozzá, ami annyira menő, hát tudok belebetelni. És egyébként, ezt el is felejtettem ide rakni, de mutatom nektek, hogy ezekhez a minifigurákhoz kettő darab kiegészítő is érkezik, ahogy látjátok egy ilyen sima egyszerű talapzat kiegészítő,
amit hozzá lehet csatlakoztatni mind a két oldalához ennek, és ezek pontosan arra szolgálnak, hogyha már a nyáron megvásároltátok azokat a készleteket, amikben ugyanúgy aranyozott minifigurák voltak, akkor ezeket is rá tudjátok tenni, és egyben ki tudjátok állítani az összeset, és nagy valószínűséggel egy videó érkezni fog ezzel kapcsolatban, hiszen mire ezt a videót látjátok, addigra nagy valószínűséggel már én is beszereztem a készleteket, nem biztos, hogy már bemutattam őket, de későbbiekben lesz készletbemutató az előző Harry Potteres készletekről is, és meg fogjuk nézni egyben azokat a bizonyos aranyminifigurákat. Mivel ez egy gyűjtői kiadás, ezért sok játékfunkció nincs ebben a készletben, ettől függetlenül tele vagyunk egész jó kiegészítőkkel, hát egyből kezdeném is Harry Potterünknek a szemüvegével, ami hát egy nagyon alap összeépítés, de mégis 100%-ban működik normális szemüvegként, ahogy látjátok, simán lehet hordani, simán föl lehet tenni, nem esik szét, nem esik le, pontosan teszi a dolgát, mint egy Harry Potteres szemüveg. És egyébként, ha már Harry Potteres kiegészítőknél tartunk, amik életnagyságban építettünk meg, akkor itt van Harry Potterünknek a varázspálcája, amit ugyanúgy Lego alkatrészekből kellett összeépíteni, és tényleg egészen masszív a szerkezet. Kicsit a teteje néha nekem leszokott esni, de igazából sok probléma nincsen vele. És ahogy látszódik is rajta, nem egyforma színű elemekből lett összeépítve, hiszen a markolata sokkal sötétebb barna, míg a pálca többi része egy kicsit világosabb barna árnyalattal rendelkezik. És itt az alján pedig található egy kis pütyök, egy ilyen csuklós elem, ami pontosan arra szolgál, hogy ezt a pálcát, hogyha nem használjátok, akkor ide föl lehet tenni az egész kiállításunkhoz, és így nem fog leesni, nem fog elveszni soha. Na de, hogyha már kiegészítőknél tartunk, akkor tényleg nézzük is tovább a kiegészítő tengerünket, hiszen rengeteg kiegészítő érkezett ez a készlethez. Először is, hogyha már csokki békás kiegészítőnk van a minifigurákhoz, akkor természetesen össze lehetett építeni magát a csokki békát is, amit ebből a csomagból kibontva, hát akár meg is lehet menni, hogyha normálisan csokiból készülne, de nem. Ez egy Lego alkotás, egész jól néz ki a békánk, szerintem nagyon jól néznek ki, főleg a végtagjai, azokat egy az egyben eltalálták Legóig, és hát a lábujjai is egész jól néznek ki, bár itt azért tényleg hibát felfedeztem, mert szerintem ide pontosan jól illettek volna a minifigurás békatalpak, hogyha azokat tették volna oda be újaknak, szerintem az egy kicsit még jobban nézett volna ki. Nyilván ebben a színárnyalatban nem léteznek azok, de simán lehetett volna azokat is létrehozni ehhez. És ha már kiegészítőknél tartunk, itt még egyáltalán nem fejeződik be az az egész. Látjátok, hogy ott a könyvünknek, ami egyébként Tom Denham naplója, tehát Tom Denham naplójának a sarkán van egy kis ilyen sárga-piros kiegészítő, amire, hát én legelőször, meg kell, hogy mondjam, nektek egyáltalán nem jöttem rá, hogy ez mi lehet. Úgy nagyjából tippeltem, hogy szerintem ez egy sál lesz, de 100%-ig nem tudtam biztosra mondani. Aztán ugye miután összeraktam, meg az összerakási útmutató is leírta, hogy ez egy bizony egy sálnak a darabja, amit egyébként nem csak a Gryffindor színeiben lehet összeépíteni, hanem a három másik ház színeiben is össze lehet rakni, ami tök jó, hogy így össze lehet azokat is hozni, viszont ez egy Gryffindor-es kiállítási járvány, egy Gryffindor-es totem. Mit keresne ott egy másik háznak a sája, tök mindegy. A lényeg, hogy ez pontosan úgy néz ki, minthogyha rá lenne téve a napló, és akkor egy kicsit kilóg az a rojtos vége az egésznek. Egy hibát azért itt még mindig elmondanék nektek, hiszen ahogy látjátok, az egész kiállítási dolgunk mindenhol le van szépen simítva, csak ott pökközött, ahol kell, ott stadzozott, ahol kell. Viszont ez a kis sál mindenhol stázazott felületekkel rendelkezik, szerintem sokkal jobban le kellett volna simítani, és akkor jobban beleillett volna ebbe az egészbe. Így alapjáraton nincs baj vele, de így, hogyha kettőt együtt nézzük, akkor szerintem hát sokkal simábbra is lehozhatták volna. Haladunk tovább a kiegészítők tengerében, elérkezünk ehhez a nagyon pici üvegcséhez, ami szerintem ugyanúgy egy-egyes arányban épült meg, bár ezt 100%-ig nem tudnám megerősíteni nektek. Az oldalán látható Felix Felicis feliratunk, tehát ez a folyékony szerencség, a Liquid Luck, amit Lumsluk professzortól nyert ugye Harry Potterünk. Hát a félvérhercegben? Azt hiszem a félvérhercegben, amikor igen, a félvérhercegnek a könyve segítségével megnyerte ezt a kis versenyt. És ennek az egész kis üvegcsének nem csak ez az egy érdekessége van, hogy oké, egy-egyes arányban épült nagy valószínűséggel, hanem hogyha lekapcsolom a fényeket, bizony ez a Lego alkotás fluoreszkál, vagy foszforeszkál, sose tudom, hogy melyik. Nagyon jól áll neki ez a zöld árnyalat, egész jó, hogy a Lego ezt így oldotta meg. Nem csak egy sima kis üvegcsét kapunk, hanem még világít is. Na de a kellék hegyek után most már nézzük is meg a kiállítási tárgyunkat, ezt a hatalmas könyvkupacot, aminek a tetején ott trónol Hedwigünk, ami eszméletlen menő sikerült, de még mielőtt arra rámennék, először nézzük is meg szépen sorban alulról fölfele. Először is a legalsó könyv, amit láthattok, ez Tom Denhamnek, a kölyökkori Voldemortnak a naplója. Ez volt a legelső horcrux, amit le tudtak győzni Harry Potterék a Basiliskusnak a fogával, és hát oké, tök jól néz ki az egy könyv, egyébként az alja semmilyen érdekességet nem rejt, sima alsó Lego alkatrészek,
viszont a tetejét azt mennyire szépen lesimították, nagyon menő, és én még soha nem láttam, hogy ilyen megoldást alkalmazott a LEGO. Szerintem ez egy kicsit csalás is, hiszen a LEGO alkatrészeknek mindig passzolni kell egymásra. Itt viszont szerintem a LEGO egy kicsit csalt, mivel ahogy látjátok, a lapok széle tényleg úgy néz ki, mint hogy a lapok szélek lennének. És először én egyáltalán nem rögtem rá, hogy ez hogy oldotta meg a LEGO. Miután ugye most pont látjátok az összeépítési folyamatot, 3 vagy 4 darab kis alkatrészt kell egymásba csúsztatni, és azt kell így szépen oda berakni, és ez kelti azt a hatást, mint hogyha ténylegesen lapok lennének a könyvből. Egyébként, hogy emlékeztek a videó elejére, ott nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy fogja ez az egész szerkezet megtartani Hedwigünket, ami hát tényleg a legnehezebb része az egész alkotásunknak. És hát itt ennél a résznél pont láthatjátok, hogy az egész könyv közepére, vagy az egész könyv kupac közepére egy ilyen nagy technik szerkezetet kell felépíteni, és igazából azon áll Hedwigünk, így tudja az egészet megtartani, az van becsatlakoztatva Hedwignek a lábához, de majd mindjárt ott is kitérünk. Aztán találkozunk 2 darab könyvvel, egy kékkel és egy bordó színűvel, ami hát sem az összerakási útmutatóban, sem sehol máshol nincsen feltüntetve, hogy milyen könyv lehet, ez 2 random könyv, ami ide van rakva, ettől függetlenül tényleg ezek is egész jól sikerültek, pláne azért, hogy nem pontosan egymás tetejére vannak rakva, hanem egy kicsit elcsúsztatva, és végül így el is érkezünk Hermione-nek a kis tartójához, és majd miért tudom, hogy ez Hermione Granger tulajdona, hát rá van nyomtatva az oldalára, ez printelt alkatrészsel érkezett, és ezekbe vannak beállítva a különböző bájitalok, amikre hát matricákat kellett ragasztani, de hát igazából az a valóságban is így lenne, különböző kis fűszereken, alkotórészeken, pontosan ugyanígy matricával lennének föltüntetve. Ahogy a képen is látjátok, ezekben az üvegcsíkben a filmből jól ismert kiegészítőkkel, alkatrészekkel, alapanyagokkal és bájitalokkal találkozunk, mert például itt van ugye a 100 fülé főzet, itt van a Wormwood Infusion és az aszfodélos gyökér. Na most mit kapunk, hogyha ezt a kettőt összekeverjük? Ugye ez a magyar szinkronban úgy volt, hogy ürömtea és őrölt aszfodélos gyökér. Hogyha valaki tudja a megoldást, akkor a komment szekcióba írja le, hogy mit kapunk, hogyha ezt a kettőt összekeverjük. És hát végül itt van ez a Gillyweed, ami varagydudvaként volt ismerős magyar szinkronban, ami hát a 4.-5. részben, nem tudom pontosan melyik részben volt, amikor ugye a próbákat tették meg, és Harry ennek segítségével tudott a víz alatt élegezni. És egyébként, hogyha olvastátok a könyvet, akkor az feltűnhetett a filmből, hogy a filmben teljesen más ember adta neki oda ezt a kis varanytudvát, mint a könyvben, hogy ezt is tudjátok, ugyanúgy írjátok le a komment szekcióba. Haladva tovább is érkezünk a levelemhez, amit megkaptam végre most már a Roxfordból, úgyhogy most már én is mehetek a varázsló képzőbe. Ahogy látjátok, nagyon szép zöld betűkkel van ráprintelve, csak ugyanúgy, ahogy a filmben is láttuk. Ezt ugyanúgy meggalagony professzor írta, csak ide nincsen feltüntetve az, hogy kinek szól ez a levél, és ez egy, szerintem egy egész jó választás volt LEGO-tól, hogy nincsen ráírva, hogy kedves Harry Potter, hanem mindenki beírhatja oda a saját nevét is. Hát ezzel már utazhat is Roxfordba, és egyébként mellette található ismét egy utalás Harry Potterünk egyik kedvenc szórakozására, mégpedig a Quidditchre. Itt található meg az arany cikesz, ami hát szerintem eszméletlen jól oldott meg a LEGO, hogy ennyire ténylegesen gömb alakú gömbszerkezetet hoztak létre, hát LEGO alkatrészekből, amit nagyon jól tudjátok, hogy elég nehéz létrehozni, és hát szép arany árnyalatban vannak ugyanúgy, mint ahogy a filmben is láttátok, és egyébként a 2 szárnya hőlégballon alkatrészekből van megoldva, de eddig még ebben a színben ez sem volt, úgyhogy ez is egy új szín, amit most hozott be a LEGO. És végül, de nem utolsó sorban, el is érkezünk Hedwigünkhöz, ami hát egyértelműen nem egy-egyes arányban épült. Igazából nagyon gondolkoztam, hogy ez az egész kiállítási dolog milyen arányban épületett. A könyvek lehet, hogy egy kicsit kisebbek, de igazából simán a valóságnak megfelelő méretűek is lehetnek, de Hedwigen egyértelműen látszik, hogy ő sokkal kisebb, mint a valóságban, hát nem sokkal, de legalább fele akkora, mint amekkorának egy normális hóbagolynak kellene lenni. Én nagyon örültem volna, hogyha tényleg egy-egyes arányban megépítették volna, de itt sincs semmi okom a panaszra. Csodálatos, gyönyörű, nem tudom, hogy a LEGO meddig gondolkozhatott ezen, mire ezt összehozták, de tényleg eszméletlen részletekkel rendelkezik. Eleve az, hogy itt hát van egy játékfunkció, ugye ez az egész kiállítási dolog nem sok játékfunkciót kecsegtet, ha csak nem a kiegészítőkre gondolunk, de például Hedwigünknek a fejét tudjuk mozgatni, úgyhogy ezt olyan szögbe állítjátok be, ahogy ti szeretnétek. Egész élethű arccal rendelkezik, nekem azok a szemek nagyon tetszenek, és még ugye a csőre is egész jól megvan oldva. És hát a szárnyai, nézzétek meg, hogy azokat mennyire menőn oldották meg a LEGO-ik. Igazából itt is vannak mozgatható elemek, ezeket nem játék funkciónak nevezném, de hogy itt látjátok a képen is tudjuk mozgatni azokat a szárnyakat, hiszen ilyen gömbcsuklós elemekre vannak fölrakva, tehát 360 fokba elméletileg lehetne mozgatni, de itt azért eléggé be vannak fixálva, csak így lefel lehet mozgatni a szárnyait, és hát
hát a farktollai is pontosan ugyanígy működnek. Összességében, srácok, ez a Harry Potteres készlet valami eszméletlen menőn sikerült, remek minifigurák vannak, remek kiegészítők vannak, kiállítási darabnak 100%-ig megfelel, soha nem kaptunk még ilyen Harry Potteres készletet, ami tényleg ilyen szinten van kidolgozva és ilyen méretekkel rendelkezik, és hát ezzel gyakorlatilag megkaptuk a Harry Potteres készleteknek a UCS verzióját, vagyis hogy hivatalos legyek is pontos, ez a Hogwarts Icons Collector's Edition, amit nagyon remélek, hogy nem itt fog megállítani a LEGO, hanem ebből még érkezni fog több, ugyanúgy, mint a Star Wars-os verziókból. Nos, srácok, hát ez volt a 7391-es Hogwarts Icons Collector's Edition-nek a bemutatója. Hát én remélem élveztétek ezt a bemutatót, mert én hát eléggé meg voltam lepődve, hogy egy ekkora készletre már kiválasztott ennyire korán a LEGO, amit csak nektek köszönhetek, úgyhogy köszi, srácok, hogy itt vagytok, köszi, hogy nézitek a videókat, és hát ennek cserébe már ennyire hamar be tudok mutatni, ennyire menő és ennyire különleges kiállítási darabnak tervezett Harry Potter szettet, még most sem hiszem el, hogy ez a készlet elkészült. Köszönöm, srácok, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy támogattok a munkámban. Találkozunk a következő adásban, ami nagy valószínűséggel egy Harry Potteres heti LEGO hírekes adás, tisztára Harry Potter lázban égek, és lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, mert tudjátok, az még mindig nagyon fontos, és hát ne felejtsétek a kommentben leírni a válaszokat, hogy mit is lehet összehozni azokból az alapanyagokból. Találkozunk a következő adásban, addig is jók legyetek, szevasztok!